Rendszeresen adunk hírt önöknek a Városi Könyvtár és Információs Központ működéséről, programjáról. Ezúttal az intézmény vezetőjét, Prinyi Tündét hallhatják, aki új könyveket mutatott be, illetve kínált a könyvtár látogatóinak. Köszöntöm Önöket, kedves olvasóink! A Városi Könyvtárból jó hírem van Önök számára. Ismét sok-sok új könyvet vásároltunk, mind a gyermekek, mind a nagyobbak, és mind a felnőttek részére. 200 ezer forint értékben vásároltunk könyveket, a legújabb könyveket, és ismét figyeltünk az olvasói igényeinkre. Várjuk Önöket és a kívánságaikat is ezek után is. Néhány gyerekkönyvre szeretném felhívni a ifjabb olvasóink és a szüleik figyelmét. Anne Frank napjóját mindenki ismeri, hiszen olvastuk a történetet. Most megjelent Ki volt Anne Frank címmel az életéről egy képes beszámoló életrajzi adatok. Egy másik könyv, amit én felnőttként is nehezen tudtam letenni, ajánlom a gyermekek és a szüleik figyelmébe is, tanítók figyelmébe is ezt a könyvet, Klaus Hagerup és Liza Aizato, a kislány, aki meg akarta menteni a könyveket, természetesen a címe is közel áll hozzám, egy nagyon aranyos, bűbájos kis történet, egy kislánynak és a könyvtáros néninek a kapcsolatáról, illetve a könyvekhez való viszonyukról, hogyan tudja egy vagy több könyv megváltoztatni az emberek életét. Itt pontosan egy könyvről van szó, egy különleges könyv, ami felhívja magára a figyelmet, és egész végig izgalomba tartja az olvasót. Érdemes elolvasni, színvonalas, bűbájos meseregény. Megvettük Berg Juditnak is a legújabb könyvét, kicsik számára, a Meseleves címmel. És most több könyvet is szeretnék figyelmükbe ajánlani. Bosnyák Viktória, neve nem ismeretlen sem a tiszafüredi lakosok, sem az ország lakosai körében. Ő írt kicsiknek, nagyobbaknak és tiniknek szóló könyveket is. Itt ez a kicsiknek szóló, elsős másodikosoknak szóló könyv, ez itt pontosan elsősöknek, segít a tanítóknak is, és a tanulóknak a tanulásban, a betűk, az írás, az olvasás könnyebb elsajátításában. Ez az újabb könyve, amelyet Dudás Győzővel, egy nagyon ügyes illusztrátorral együtt készített. A címe Pacák a pácban. És jelent meg egy sorozat, 1-től 7. szintig, ez szintén az ő, és a két illusztrátornak a közreműködésével. Azért mondok 7 szintet, ez az elsősöknek segíti megtanítani a betűket játékos formában, ez a rémjó sorozat, rémjó könyvek. Az első szintben még csak képek vannak, utána a betűkkel ismerkednek, és a legvégén már egész történeteket lehet a Bosnyák Viktória által megszokott vidám stílusban, de a Dudás Győző rajzai pedig nagyon vidám, nagyon humoros rajzok, és nagyon játékosan elsajátíthatják az elsősök. Ahogy ezt már megszoktuk tőle, hiszen a Sirálya király és egyéb olvasnivalója is a Tanítók Egyesületének ajánlásával, iskolai ajánlott olvasmány is. Ez jó szívvel ajánlom figyelmükbe. És van még természetesen több gyermekkönyv, jöjjenek be a könyvtárunkba, illetve tájékozódjanak honlapunkról, vagy a hírlevelünkből, szoktunk írni, készíteni új könyvek ajánlóját is. A felnőtt könyvekről is szeretnék néhány szót szólni, csak egy párat szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Vásároltunk nagyon közkedvelt skandináv krimiket, romantikus történeteket, ugye szerelmes, könnyed olvasmányokat, romantikus történelmi könyveket, például Kate Farnivellinek a Túlélők című könyvét megvettük. Nagyon sok jó könyvünk van, családtörténeteink
is vannak. Én csak egyet-kettőt szeretnék akkor a figyelmükbe ajánlani. Például Sally Rooney, Normális emberek. Ez több díjat nyert, ez a könyv tavaly. Normális emberek, a címébe is benne van. Egy különleges szerelmi történet szálait bogozhatja ki az olvasó. A gimiskortól egészen felnőtt korig. Érdemes olvasni. Nekem kifejezetten tetszett a könyv, mai modern történet. Fini Petra neve sem ismeretlen olvasóink előtt. Ő gyermekeknek és felnőtteknek is írt már több könyvet. Eddig főleg a gyermekeknek szóló könyveit ismertük, óvosoktól kezdve egészen a kisiskolásokig írt könyvet, de jelent meg már felnőtteknek szóló könyve is. És ez most egy ilyen, a Márlenka. A Márlenkának, Márlenka és a családjáról szól, tulajdonképpen generációkra visszamenőleg próbálják feldolgozni az ősök történetét, hogy hogyan hat rájuk a múlt, és a jelenben ezt hogyan élik meg. A narcisztikus személyiségekről is szó van. Érdemes mai modern színvonalas szép irodalom. Egy nem szép irodalom, de egy azt gondolom, hogy közkedvelt, ismeretterjesztő könyv lesz. Egy életrajzi művet tartok a kezemben, Bálint György, Bálint Gazda által írt, és Bánó András, tehát kettőjük írása, Bálint Gazda a 100 éves kertész. A történetéről szól, az életéről, és természetesen fotókat, illusztrációkat is láthatunk a gyermekkoráról, és sok minden másról, tehát jó szívvel ajánlom Bálint Gazdáról szóló könyvet is olvasóink figyelmébe. Szeretik olvasóink a családregényeket, hát Thomas Mann, a Mannok címmel, családregény. Tilman Lám írta. Kapa Mátyásról már az előző könyve ajánlómban is beszéltem, akkor is vásároltunk kettő könyvet. Ő egy fiatal ügyvéd, aki romantikus történelmi regényeket ír, főleg magyar történelmet dolgoz fel. Ez alkalommal Cegréd regényét írta meg, megírta Kőszeg és Balassagyarmat regényét is, és most Cegréd regénye a 48-as forradalom, 48-49-es forradalom és szabadságharc tükrében. Érdekes, izgalmas olvasmány. Szeretjük a Brit Rutherford könyveit is. Elég nehéz a könyv súlyban, de szórakoztató, és nagyon alátámasztott dokumentumokkal készül mindig a szerző, ahogyan Kappa Mátyás is, Rutherford könyvei is, egyes városok történeit is feldolgozta. Itt ez alkalommal Anglia történetében tekinthetünk be, az Erdő címmel. Megjelent a legújabb Outlander kötet is, nagyon közkedvelt olvasóink körében. És még egy könyvre szeretném felhívni a figyelmüket, különleges japán szerző tollából, Genki Kawamura, nehéz kiejteni a nevét, ha a macskák eltűnnének a világból. Ez nem feltétlen a macskákról szól, hanem egy ember, aki szembesül azzal, hogy pár napja van az életből, és az ördög tesz neki egy ajánlatot, hogy meghosszabbítja az életét egy-egy nappal, annak cserébe azt ajánlja fel, hogy valami viszont el kell tűnjön a világból. És akkor ez egy filozófia is, hogy tulajdonképpen mit veszítünk, ha például eltűnne a telefon a világból. Azzal kezdődik a történet, hogy jó, akkor a telefon tűnjön el. Mi lenne, ha a macskák tűnnének el a világból? Tehát több ilyen javaslat van. Érdemes a könyvet elolvasni. Ez az emberi élet sorsfordulóiról szól, az életről, halálról. És sok más könyvünk is van. Például Carolyn Bernard, Alma Mahler, Bécs múzsája. És jöjjenek be a könyvtárba, várjuk Önöket nagy-nagy szeretettel, nyitvatartási időbe. Nyitva vagyunk 2-től péntekig 9 és 17 óra között, szünnap hétfőn van, és vasárnap.
különböző programjaink is vannak, a hírleveleinkben és a honlapunkon tájékoztatást tudunk adni. Természetesen novemberben is lesznek író-olvasó találkozóink is, későbbi időpontban majd erről is fogok beszámolni, és jöjjenek. Minden szombaton van például valamilyen családi programunk, különféle játszóházak és a mesekuckó bábjáték. Várjuk Önöket szeretettel! Köszönöm szépen a figyelmet!